Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és a képen az Alcatel Hero-t fogjuk összehasonlítani a Samsung Galaxy Note 3-mal, ami két fantasztikus phablet igazából, hiszen a Samsung Galaxy Note 3 a gyártó csúcsmodellje, Snapdragon 800-zal, 5,7-szolos Full HD Super AMOLED kijelzővel, még az Alcatel egy 6-szolos, szintén Full HD-s készülék, IPS panellel, illetve MediaTek MT6589-es 4 magos processzorral. Két készülék mérete között igazából minimális az eltérés, egy kicsit szélesebb csak, amint láthatjuk a készülék, már maga az Alcatel egy picivel szélesebb csak, mint a Galaxy Note 3, illetve magasságra is csak egy minimális eltérés van, ez köszönhető valószínűleg a 3/10-szolnak. Ha megnézzük a kijelző kereteit, magának az Alcatelnek vékonyabb a kerete, tehát szélesebb a keret a Samsung Galaxy Note 3 esetében, illetve felül is alacsonyabb némileg ez a keret. A két Full HD-s kijelzőt összehasonlítva, igazából mind a kettő így max fényerő, nagyon jó betekintési szögeket nyújt oldalról, alulról, felülről egyaránt, igazából mind a kettő ugyanolyan jó, és talán a fényerő is hasonló, minimális talán a különbség, és akkor is lehet, hogy inkább a Alcatel Hero javára mondanám ezt. Megnézzük a kialakítását a két készüléknek. Igazából itt azért van jelentősebb eltérés. A műanyag hátlap sima matt felületű az Alcatel One Touch Hero-n, még a másikon, a Samsungon a műanyag hátlap ilyen bőrhatás, ami a minőségben egy picit nagyobbat dob. A két készülék mind a kettő 13 megapixeles kamerát kapott flash vakuval, már egy picit talán erőteljesebb a kamera a Galaxy Note 3-ban, illetve érdekesség, hogy mind a két készülék kapott egy S Pent igazából, illetve csak a Samsung kapott S Pent, hiszen ezt az Alcatel máshogy hívja, de ugyanott a bal alsó sarokban mind a kettő rendelkezik, hogyha ki tudom húzni. Meg is próbáljuk összehasonlítani magát az tollakat is. Látható hasonló méretünk van, azonban amíg az S Pen a Samsungnál egy precíziós vacuum stylus, addig igazából csak egy hagyományos kapacitív stylust kapunk az Alcateltől, tehát ezzel jelentősen korlátozottabb a felhasználási mód. Igazából egyik a másikkal nem is működik, ahogy láthatjuk, bár maga az Alcatel működik, hiszen ez egy, csak egy kapacitív stylus. Igazából mindjárt megpróbálom megkeresni, hogy milyen opciók vannak kihasználni a stylust az Alcatelen. Itt a Scribe Note alkalmazás, illetve megkeressük a S Note-ot is a Samsungon. Próbálok ráközelíteni, úgyhogy látszódjon is. Igazából nem lehet annyira jól rajzolni vele, mint mondjuk a Samsung Galaxy Note-on, tehát itt azért jelentős különbségeket lehet érezni, azonban jóval olcsóbb is lesz az Alcatel Hero, mint mondjuk a Samsung Galaxy Note, tehát valószínűleg ez még ebben a kategóriában egy megbocsátható problémának tűnik. Két készülék sebességét megpróbáljuk minimálisan szemléltetni. Elindítjuk előbb egymás mellett a Chrome-ot. Látod, nagyjából egy időpontban megnyílt mind a kettő, ha névjegyekre megyünk rá, itt gyorsabb volt a... Tehát itt gyorsabb volt az Alcatel. Ugye így az üzeneteket is megnyithatjuk, itt gyorsabb volt ezúttal a Samsung, tehát változó, hogy milyen sebességre képes, alkalmazástól is függ a két készülék között a sebesség. Annak ellenére, hogy kifejezetten gyors az Alcatel Hero a Samsung Galaxy Note 3 mellett is. Ez volt tehát az új Alcatel One Touch Hero, illetve a Samsung Galaxy Note 3 okos telefonok összehasonlító videója. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!